Bimba zöldítő, challenge, vajas popcorn, vagy a záp tojás. Vajas popcorn. Záp amúgy... Mi van? Mit szoktam még a pályás? Az is van. Popsi törlő. De ez finom. Barack! Csepokod már ki. Szevasztok, én Csepó vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, melyben szeretnénk nektek megköszönni az 5000 feliratkozót, wow! És nagyjából egy-két napja összegyűlt az 1 millió összmegtekintés, és így wow, nagyon durva mennyien nézitek összesen a videóimmal, de itt van velem Dani! Szevasztok! És Shermond! Szevasztok! Akinek a valódi nevét nem árulom el, ez titok marad. De. Na szóval ez a videó egy kicsikét ilyen érdekes videó lenne, ami nem más, mint a Bimba Zöld Challenge! Ugye, aki még nem ismeri, bár szerintem sokan ismeritek, ez nem más, mint ilyen színes cukorkák, és tulajdonképpen egyszínű cukorkák, viszont sokfajta íz van benne. Például ott van a zöld szín, ami lehet lime, vagy fűízű. És miután ezt bekaptuk, akkor fogunk rájönni, hogy az most jól sült el, vagy sem. Az úgy szimpatikus nekem, hogy egy zöld színnel kezdjük. Green screen, azért. Igen, a zöld háttér miatt, a green screen miatt. Ez az. Szóval itt van a legelső cukorka, ami vagy lime ízű, vagy pedig vágott fű ízű. Ki kezdi? Te? Egyszerre. 3, 2, 1 és... Ez vágott fű. Lime. Igazából nem tudom eldönteni, hogy most ez vágott fű ez vagy vágott lime. Fű. Ez vágott lime fű. Lime, az édesebb lesz. Ez vágott fű, de ez tök jó. Ez ízlik. Szóval a lényeg az, hogy nem szabad kiköpni, ha ez mégsem jön össze, akkor az az ember utoljára minden ízből még ami maradt fog venni egyet és egyszerre fogja megenni. Szóval itt a következő, ami nem más, mint a vajas popcorn vagy a záp tojás. Hát ebből csak 3 darab volt, úgyhogy ennyi a rendelkezésünkre. Nem csodálom. Ebből nyilvánvalóan akkor nem fog többet tenni a... illető. Az illető. Szóval akkor 3, 2, 1 és... Vajas popcorn. Záprolák. Ez finom amúgy. Vajas popcorn. Záptojás. Ez nagyon jó ízű. Vajas popcorn. Nem volt valami jó, maradjunk. Ja. Kedves egészséged. Kedves vizemet. Das ist víz. Még maradt benne egy picit, be kell osztanom. Egy picit szabad. Egy picit, nagyon picit. Azok az enyémben. Nekem is van. Csak azért, hogy a következő vízt azért jobban érezzük. Na. Itt lenne a következő, ami nem más, mint a csoki puding és a kutya eletel. Hát ez érdekes lesz. Én azt mondom, hogy legyen szerencsém. Akkor megint. 3, 2, 1. Kutya eledel. Itt a bele. Jó bűnöm. Nektek is? Nekem kutya eledel. Neki is szerintem, a csoki puningra nem így reagálnak. Majd várja, meg kell írni. Oké, ez mit beszél? Tisztelem a kutyák, hogy ezeket megbírják enni. Ez nekünk rosszabbat is. Én kiköptem. Ez még úgy hagyják szerintem. Hát ez ilyen... Én ezt utálom. Sületlen csirke íz. Egyet kiköpted. Ennyi a egy. Szerintem ezt be fogom szedni. Mi az, amiből sok van? Csoki puding, ez már volt. Ebből van, Tutti Frutti-ból van sok. A következő a Tutti Frutti és a bürözokni. Nekem nagyon szép. Kíváncsi ezek ki. Nekem nagyon szimpatikus. Kicsi. Bürözokni az ilyen kellemesen hangzik. 3, 2, 1. Bürözokni! Tutti Frutti! Jaj, te fiú! Bürözokni. Nem is olyan rossz. Elég éreztem már Tutti Frutti íz. Ízlelem. Új, meg jó is, én sem. Ez tök jó. Csak nem rosszul vagy. Ja.
Egy lengyel megy be. Én is. És hát itt a következő, ami nem más, mint vagy a blueberry, vagy a fogkrém. Szerintem egyik sem lesz vészes. Nem, a fogkrém az szerintem elég ízletes. Én inkább a fogkrémet akarom, mert azt szeretem. 3, 2, 1 és... Blueberry. Fogkrém. Ilyen lekvár. Nagyon finom. Mondtam, hogy finom lekvár. Nagyon finom. Ugye? Csak ezért megvenném az... Fogkrémon. Na szóval, a következő a körte és a takony lesz, hát... Valljunk be, mindannyian bányáztuk Let's már. Let's do this! Valljunk be, már mindannyian turkáltuk már az órunkat, szóval... Én nem ettem meg. 3, 2, 1 Takony. Egyáltalán nem körte. Hasonlít. Egyáltalán nem hasonlít az ízéhez. Körte. Finom körte. Ide érzem, bakker. Követni. A következő íz pedig a kókusz és a popsi törlő. Popsi törlő, elég érdekesen hangzik a neve. Remélem a popsi törlő lesz. 3, 2, 1 Kókusz. Popsi törlő. Popsi törlő. Lesz finom. Szerintem van egy olyan érzés, hogy szeretem a kókuszt. Jó volt megízlelni ezzel a popsi törlőkendőt, hogy milyen ízű. És akkor itt lenne a legutolsó, elszhatjuk legutoljára, mert hát elvileg ez hangzik a legdurvábbnak, ami nem más, mint az őszi barack, vagy a hányás. Igazából elég paráns, mert milyen ízű a hányás? Nem is tudom, nem emlékszem rá. Már? Nagyon rég. Én nem nagyon nem szeretem a hányást. Hány óra, akkor... Mindjárt. Szóval őszi barack, vagy hányás? 3, 2, 1 és... Ez az! Őszi barack. Barack! Cseppok meg ki. Én fogom megenni az összes. Igen, csak fogod megenni. Ezek a megtestesítő hangok. Hányás. Szerintem rájöttek. Szerintem eddig is tudtunk. Ne. A barack az nagyon jó. Nagyon jó. Aha. Egyiket megúsztad igazából a zárt tojást. Nem, akkor én is zárt tojást lettem. Könnyező. Ne fapoljál. Személyik is érzi. Gyere, sírj a házamon! Szóval, hát végeztünk volna ezzel a fantasztikus cukorkákkal. Még az amatát mindig érzem a számban. Ej. És hát akkor kiköpte ki legtöbbször, ami igazából egyszer volt, az Sermont. Szóval mondhatjuk Sermont. Azt, hogy mi ketten azért győztünk, és kedves Sermont barátunk, hát hogy is mondjam, nem annyira jött össze. Neki az lesz a feladata, hogy amik itt találhatóak, mindegyikből egyet legalább megegyen. Mindegyikből legalább egyet egyszerre meg kell ennie. Egyszerre? Egyszerre. Miből? A barackből? Ebből nincs a választásod. Azt is. Szóval akkor most, hát lássuk, milyen íze van az összesnek együtt. Hát igen, van olyan, amiből nem maradt már, de lássuk ezeket az ízeket. Szóval, 3, 2, 1 és mehet. Szegény. Úgy akarom. Szegény. Lesz ugye. Mi van? Mit szoktam még robot? Hányás! Az is ma! Sok odice! Freddy nének üzennek, hogy szeret! Szegény. Na most, hogy így megkóstoltam ezt a sok ízt egyszerre, a csatorna tulaját így. Szerintem kedves egészségére. Hát ez a megtisztelő pillanat ért engem, hogy mivel szeretek titeket, és megint sokan vagytok, nekem is meg kell ezt csinálnom. Kérek egy zsebkendőt, még egyet. Még kell, szükségem lesz még sok zsebkendőt. Hát lássuk, milyen íze van ezeknek így összesen. Lássuk. A hang is rossz. Kirázaitek. Hányák? A kutya kaját azt megosztom, hogy jól. Nem lennék a helyben. Ja, voltam bakker. Valamilyen szinten a tuti-tuti elnyomja a hányásnak az
Igazából nem rossz, azt kell, hogy mondjam. Szóval ennyi lett volna ez a fantasztikus videó. Köszönöm még egyszer ezt a sok embert, aki követ engem. Köszönök még egyszer mindent, amit eddig kaptam, amióta videózok. Szóval itt volt velem Isti. Dani. Szóval nekik a csatornájuk benne lesz a leírásban. Ha tetszett nektek a videó és szeretnétek még a későbbiekben is, hogy csináljunk ilyen challenge-eket vagy ilyen videókat, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Találkozunk legközelebb valami fantasztikus videóval majd megint. Sziasztok! Ciao!